Az intézmény a Bajcsi Zsilinszky úton lévő rossz műszaki állapotú épületből, illetve a Kossuth téri bérleményből került áthelyezésre, a Radnóti tér 2/A szám alatt található úgynevezett cukorgyári porta épületbe. Az intézmény ezáltal mind az Ó-60-i, mind az Új-60-i városrészről könnyen megközelíthető lesz. Az átköltöztetés érdekében az épületen átalakítási és karbantartási munkálatok történtek. Az ingatlan földszintén található a fogyatékkal élők nappali intézménye, ahol két csoportszoba, étkező, tálalókonyha, pihenőszoba, vizes blokk, akadálymentes mosdó, mosókonyha és egy darab iroda található. A szociális szolgálat lakossági igényeket is kiszolgál, melyhez ügyféltér, két iroda és vizes blokk került kialakításra. Az épület emeletén 6 darab iroda, tárgyaló, teakonyha és vizesbok létesült, összesen 527 négyzetméter alapterületen. Az átadón Horváth Riár polgármester elmondta, már régi terv volt, hogy az igényeknek megfelelően az intézmény korszerű, tágas helyre költözzön. Mivel az erre megírt topos pályázatot a megyei közgyűlés többször is elutasította, annak ellenére, hogy az szakmailag minden kritériumnak megfelelt, az önkormányzat saját erőforrásból oldott meg a teljes költözést és az ingatlan felújítását. Mi több épületet is megvizsgáltunk, beköltségeltük, és ennek alapján döntöttünk úgy, hogy ez az épület lenne a legmegfelelőbb, hiszen itt a szolgáltatás színvonala is megfelelőképpen tud érvényesülni, ugyanakkor viszont költséghatékonyság szempontjából is megfelelő, és így jutottunk el ide a mai naphoz, hogy a város saját forrásból 28 millió forintot ráköltött el az épületre, és így meg tudjuk oldani azt, hogy a szolgálat egy helyen és itt legyen, és a szolgáltatás maga az biztonságosan működjön. Az eseményen Semperger Katalin, a Szociális Gyermekjólét és Egészségügyi Szolgálat vezetője elmondta, az elmúlt évtizedekben nagyon sok költözésen ment keresztül az intézmény, de ez a fejlesztés minden eddiginél a legjelentősebb. Az intézményvezető kifejtette, a Család és Gyermekjóléti Központ a helyi ellátottakon kívül a 60-i járás 13 településén élő lakosságának nyújt szolgáltatást, míg a fogyatékkal élők nappali intézménye munkanapokon nyújt rendszeres elfoglaltságot a gondozottaknak. Az új élettér mindezen szolgáltatásoknak méltó és megfelelő helyszíne lesz. A rendezvényen az intézmény fiataljai műsort adtak elő. Boldog!